Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Neki most gondjai vannak. Hogy tudnál segíteni? Ezt megtekintjük a három kérdőjeles jóslásnál. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, és ezt most megtekintjük ennél a kirakásnál. Ezen a képen látható egy hölgy, akinek szorongásai és félelmei vannak. Ezek korlátozzák az eseményeket. Az lehet, hogy ő így lát téged, és ez a kép rád utal, de a kártyáknak vannak szimbolikus jelentései is, és utalhat arra, hogy ő érzi így fogva magát. Vannak félelmei, nem tudja, hogy tegye át ezen magát. De oda kellene figyelni a képre, ami itt őt, esetleg téged így nyomaszt, azt a petróleum lámpa mutatja. Az sokkal kisebb, mint ez a nagy fény. Tehát a problémák azok kevesebbek, mint a lehetőségek. A megoldás, az a nagy fény, az sokkal erősebb, és az kellene hatni rá, vagy rád, vagy mindkettőtökre, hogy legyen itt egy kiút, legyen itt egy megoldás, és ez a napfény, ez a sugár utal a lehetőségekre. De hogyan? Ezt mutatják a kardok. Át kell tenni a félelmeken magatokat, azon kívül a kardok utalnak a levegő elemére, a könnyűségre és a kommunikációra. Kell, hogy beszéljetek egymással érzelmekről is, és te segíthetsz neki. Mert adsz egy jó tanácsot, vagy meghallgatod őt, elmondhatja a problémáit, vagy kimutatod a szeretetedet, és így lesz ez a könnyűség, amikor ő végre fellélegezhet. És most megtekintjük a következő kártyát, az utal az ő érzelmeire. Ennek a kártyának is van egy szimbolikus jelentése, és mutatja az ő tartását. Mégpedig azt, hogy olyan dolgokat tart a kezében, vagy megpróbálja ezt erőszakkal megfogni, ami végül is értéktelen. El kellene engedni. Ezek lehetnek gondolatok, érzelmek, kapcsolatok, vagy egy bizonyos hely, vagy helyzet, amit neki fel kellene fedeznie, az a kincses láda, amin ez a hölgy ül. Sőt, ott van az ölében a kulcs, ki lehetne nyitni, de a keze nem szabad. És addig, amíg ő fogva tart valamit, ezek lehetnek érzelmek is, mint például félelmek vagy bizonytalanságok, addig nem tud lépni. Amit még ez a kártya mutathat, itt az érmékről van szó, tehát anyagiakról, hogy van valaki a háttérben, az lehet egy ex, vagy valaki a családból, de utalhat a múltra is, és ez a hölgy pénzt követel tőle, és ez, ami őt jelen pillanatban nagyon megvisel. A harmadik kérdés az lenne, hogy mit közöl veled, de én is szeretnék valamit mondani. Kérhettek tőlem egy személyes jóslást, a díjam 3500 forint. Az információkat megtaláljátok ott lent az infoboxban. És most megtekintjük a harmadik kártyát, mit közöl veled. Itt ezen a képen láthatóak a kelyhek, és az utal az érzelmekre, a te érzelmeidre, az ő érzelmeire, de a 9-es szám utal a korlátozásokra.
vagy nem mer érzelmekről beszélni, vagy azt is jelentheti, hogy te hallgasd meg, hogy ő mit akar, mik a tervei, hallgasd meg, milyen problémái vannak, vagy hogy tudnál neki segíteni, de keveset beszélj érzelmekről, mert ő most nem nyitott erre. És most megtekintjük a következő kártyát, ami jelentheti a megoldást. Ez a kártya szimbolizálja az aranyérméket, és itt pénzügyi dolgokról, vagy a munkahelyről lehet szó, azt is jelentheti, hogy valaki pénzt követel tőle, vagy vannak adósságai, amit még az érmék jelentenek, ezek a belső értékek. Te nagyon értékes vagy számára, és ez gyümölcsözni fog, ahogy látható ezen a képen, de itt szintén a 9-es szám van, és az utal a korlátozásokra. Nem meri azt kimondani, hogy hogy lát téged, vagy mit érez irántad, tehát ne legyenek most elvárások, légy kicsit türelmes, amíg nyitott lesz érzelmekről beszélni. Amit ez a kép ajánl, az a kismadár, az jelenti a levegő elemét, a könnyűséget és a kommunikációt, ez most nagyon fontos, és a hölgy kezében van egy alma, ami szimbolizálja a termékenységet, tehát itt gyümölcsözik, vagy kivirágzik valami, de légy még türelmes vele. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!